Az egy kicsit kevés volt szerintem egy Lénárd László emlékesthez. Próbáljuk meg még egyszer. Sziasztok, jó estét mindenkinek! Lőrincs Kali vagyok az Asphalt Horsemanből, Megyesi Bali az Asphalt Horsemanből, és ők pedig Bánfalvi Sanyi a Magmából és az Ákos Bandből. Fel szeretnék olvasni nektek egy rövid kis szösszenetet, így szemüveg nélkül megpróbálom, és lesz egy régi gödöllői kollégánk, Újvári Petya jegyezte be Laci halála másnapján körülbelül, és ez 100%-osan mutatja, hogy ki volt ő valójában, és hogy mit adott nekünk. 1990-ben egy demós kis metalbanda voltunk, ez volt a Bedlam. Egy nagy tapsot a Bedlamnek! Ez volt a pályánk csúcsa. Kazinc barcikai koncerten valaki bejött a backstage-be, és siloró szemekkel hozta a hírt, hogy itt van a Lénárd a Hammertől. Az, hogy miattunk, akkor ilyen távolságot autóztál, de csak a puszta jelenléted olyan motivációt adott, és most jön a lényeg, amit még a szüleimtől sem kaptunk meg soha. Sőt, megkockáztatom, hogy a teljes hazai metalzenész társadalom több hajtóerőt kapott tőled, mint az összes muzsikus szülőtől együttvéve. Egy hatalmas tapsot kérünk Lénárd Lacinak, és ha velünk vagytok itt, emlékszem, amikor föllapoztuk a Hungarika, Metallica Hungarika újságot, és ott volt egy álombanda, a Cselő és a Lénárd csináltak egy álombandát. Mindig ment ez a vita, melyik a jobb Black Sabbath, Laci szerint az Ozis volt, legyen ez ma este így. Ha gondoljátok, gyújtsatok fényt a telefonon, és akár sötétítsük le ezt a nézőteret. Adjunk a Lacinak egy kis tiszteletet. Következzen a Black Sabbath-tól a Changes. Thank you.
to realize that I can still hear her last goodbye. Now all my days are filled with tears. Wish I could go back and change these years. I'm going through changes. I'm going through changes. I'm going through changes. I'm going through changes. Oh. Ez még kevés, Laci nem hallja oda fent. Még! Köszönjük, sziasztok! Így emlékeztünk, hogy Lénárd Lászlóról is köszönjük neki. Long live rock and roll!